Teherautókra pakolják a pécs-vasasi illegális hulladékhegyet a munkagépek. A területen már 10 év óta áll az épületbontásból idehordott törmelék. Hiába szólították fel a céget, mondja a terület országgyűlési képviselője. Most kormányzati segítséggel elhordják innen a halmot. Végre nyugvóponthoz jut a probléma, és ez a 65 ezer tonnányi borzalmas hulladék eltűnik innen. És most a felszámolás napjait éljük, és láthatjuk, hogy ennek rendje módja szerint a megfelelő hulladéklerakó helyre elszállítják a hatóságok ezt a hatalmas mennyiségű illegális hulladékot. Az illegális hulladékhegy elszállítását, elhelyezését a Baranya megyei kormányhivatal végzi el. Jelen pillanatban a megyénkben több mint 30 helyszínen hasonló munka folyik, és ahogy képviselő úr is mondta, ez a kormány pénzügyi támogatásával tudott megvalósulni. A Tisztítsuk meg Magyarország program keretében nem csak Baranya megyében, hanem az ország többi helyszínén is elindult a munka. Ez az első állomás, reméljük, hogy ezek a hulladékhegyek, illegális szemétlerakók meg fognak szűnni az elkövetkező időszakban. Ez sok-sok pénzt igényel. Kővári János felidézte, hogy 2012-ben vizsgálták az ügy hátterét, és kezdeményezte a cég felelősségre vonását, azonban akkor nem történt előrelépés. Hát már akkor, 2012-ben megkerülték az összes jogszabály természetesen, sőt nem volt behajtható egyébként még a büntetés sem, mert hogy nem volt a nevükön semmi. De ezt a fajta tevékenységet tényleg meg kellett egyszer szüntetni, de ahogy itt mondta főispán úr is, az is fontos, hogy most miután elhordták, most ne újabb szeméthegy keletkezzen majd ide, úgy, mint esetleg máshol a megyébe. Legfontosabb választási ígérete volt a szeméthegy felszámolása, ezt mondja a terület önkormányzati képviselője. Én itt ezen a területen ezzel a köszönhetően a kormány és a számos civil szervezet segítségével, ez a felszámolással én már a választási ígéreteimnek bőven itt a 3 évnél a felét már teljesítettem. Nem akarom a tévénézőket, illetve az érdeklődőket felesleges számolásba kényszeríteni, hogy a pécsi polgármester hány százalékon áll. Hát gyanítom, hogy talán az 5-10%-ot sem ért el. Az építési törmelék egyébként az EKF idején lebontott épületek maradványai nagy részt, illetve a klinika fejlesztés, valamint a volt Bokaccsó darabjai kerültek ide. Az illegális hulladéktárolást végző cégre hiába szabtak ki, több mint 200 milliós bírságot nem fizette be, sőt a céget megszüntették, vagy oda nem volt. A jogszabályok idővel szigorodtak, így ez az engedély nélküli tárolás ma már bűncselekmény, és szigorúan büntetik, derült ki a tájékoztatón.